Csány önkormányzata stabilan gazdálkodik, elindultak a fejlődés útján a mezőgazdasági fejlesztéseknek köszönhetően, de mint Szabó Zsolt térségjárása itteni állomásán kiderült, bőven van még mit tenni. A látogatás során felkeresték az óvodát, itt is van mit helyreállítani, és nem csak az étkező épületét illetőleg. A régi és az új óvira is beadtak már pályázatot az energetikai felújításra, úgy mint az önkormányzat és a szociális ellátó épületére is. A legnagyobb probléma azonban a több mint 100 éves iskolában van. Rossz a szigetelés, felázik az épület, és néhány tanterem mennyezetét fagerendák támasztják alá, hogy ne szakadjon be. Tehát már az épület stabilitásával is súlyos gondok vannak, mivel az megrodjant a nem megfelelő alapozásnak köszönhetően. Azt beszéltük meg polgármester úrral, hogy megyünk az EMMI-hez, és kérünk a minisztériumtól, a kormánytól pénzt arra, hogy esetlegesen tudjunk egy újat építeni. Remélem, hogy sikerül elérni. Az a helyzet, hogy van energetikára, félretettünk rá komoly pénzt, de addig se nyílászárót csere, se szigetelés nem szabad megtenni, amíg ilyen instabil az épület. Viszonylag sok elmaradás van még Csányon, de a belterületi közutak rendbetételére például a forrás már rendelkezésre áll, azokat fel fogják újítani. Az a cél, hogy az újjáépítés ne álljon meg a településen belül. Fontos lenne a 60 felé összekötő utat is felújítani, mivel a csányiak munkahely szempontjából is jobban kötődnek 60-hoz. Az utóbbi időben ugye önerőből viszonylag sok fejlesztést tudtunk végrehajtani, illetve annak köszönhetően, hogy Csány nem vett föl hitelt, így kapott a Magyar Államtól az adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztési támogatásából, két alkalommal is kapott 44 millió forintot, amiből azért a belterületi útjaink jelentős részét már sikerült rendbe tenni, leaszfaltozni, de valóban a környező szomszédos városok felé haladó külső külterületi útjaink azok nagyon rossz állapotban vannak. A látogatás a művelődési házban ért véget, ahol pedagógus nap alkalmával köszöntötték a tanárokat, és a csányi gyermekek egy kis műsorral kedveskedtek a pedagógusoknak.